Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Ünnepeljük közösen az államalapítás és az új kenyér ünnepét. Augusztus 20-án két helyszínen, a Vékúriában és Soston várjuk Önöket. A Vékúriában délelőtt kézműves foglalkozások, koncertek, torma, bor és kenyérlángos kóstolás. Délután és este a Soston a Tremolo, a Puppet zenekar, a Bravo Johnny együttes és Keresztes Ildikó koncertje lesz látható, hallható. Tavi csónakázás, légvár és tűzi játék. Ünnepeljük közösen az államalapítás és az új kenyér ünnepét. Sikert aratott a csipke, tovább erősödött Halas és Szabadka kapcsolata. Sorra fogynak a gombócok, fagylaltozásra csábít a hőség. Hosszú hétvége jön, hétfőn zárva lesznek az üzletek, és az ünnephez igazodnak a menetrendek. Kenyérszentelés, koncertek és tűzijáték, sok program lesz augusztus 20-án, Halason délelőtt a Vékúriában, délután és este a Sóstóhoz várják az érdeklődőket. Jó estét kívánok! A hét utolsó hír összefoglalóját látják itt a Halas Televízióban. Motoros ütközött kis teherautóval. Tegnap délután történt a baleset az 53-as főúton Balota szállás közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 22 éves férfi az általa vezetett motorkerékpárral közlekedett a főúton, amikor megtörtént a baj. Haladása során feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte vele azonos irányba közlekedő és forgalmi ok miatt megálló gépkocsi mögött, emiatt hátulról neki ütközött. A baleset során a motoros könnyű sérülést szenvedett. A balesetmentes közlekedés érdekében mindenkit arra kérnek, tartsa be a közlekedési szabályokat. A halasi csipke nagy sikert aratott Szabadkán is. Egy határokon átívelő pályázatnak köszönhetően a vajdasági testvérvárosunk múzeumában is bemutatkozhatott a Hungarikum. A péntek délelőtti ünnepélyes megnyitóra egy busznyi halasi látogató utazott, de nagyon sokan voltak kíváncsiak a szabadkaiak közül is a tárlatra. Horváth Tímea, a házigazda város alpolgármestere szerint egyre szorosabb a kapcsolat Kiskunhalas és Szabadka között. A Szabadkai Lányi Ernő Iparművészeti Egyesület Veronika népdalköre is énekelt azon a kiállításon, amelyen a halasi csipke mutatkozott be testvérvárosunkban. A helyszín a Szabadkai Városi Múzeum volt. A Kiskunhalas csodája a csipke című tárlatot a város alpolgármestere Horváth Tímea nyitotta meg. Nagyon sikeres és eredményes kapcsolatunk van Kiskunhalas városával, és ennek örvendünk. Természetesen azon törekszünk és azon leszünk az elkövetkező időszakban, hogy ezeket az együttműködési kapcsolatokat, jó viszonyokat ne csak ezen a szinten, hanem üzleti szempontból és pályáztatási szempontból még magasabb fokra tudjuk felvirágoztatni. Itt ma is színhelye vagyunk egy ilyen pályázatnak, amely a mestermunka turizmustól, egy magába a helyi termékek és értékek határon, innen határon túl. Azt gondolom, hogy ezek azok a mércék és ezek azok az intézkedések, amelyek arra fognak kiadni, hogy a két nemzet közötti kapcsolat, a két város közötti testvérkapcsolat, hagyományőrzés és mindenféleképpen a gazdasági kapcsolatok felügyesztetését szolgálja. Az ünnepségen ott volt Fülöp Robert Kiskunhalas polgármestere is, aki szerint egyre gyümölcsözőbb a kapcsolat a vajdasági testvérvárosunkkal. Én úgy érzem, hogy akár ennek a pályázatnak, ugye ez egy határon átnyúló pályázatnak a közös kidolgozása és a sikere azt mutatja, hogy jól tudunk a szabadkaiakkal együtt dolgozni, de mondhatom azt is, hogy mondjuk a veterán autósok együttműködése, vagy akár a kerékpáros oda-vissza látogatások rendkívül színes és élővé teszik ezt a testvérvárosi kapcsolatot. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ott valójában nem csak egy dokumentumot írtunk alá, hanem tényleg egy élő kapcsolatot tudtunk létrehozni, amit valójában már előtte is ápoltunk, de azóta is szerintem jó epizódokkal tudjuk feltölteni ezt a történetet. A kiállításnak helyet adó intézmény vezetője Hulló István megtisztelőnek tartja,
hogy vendégül láthatják a csipkét. 5 évvel ezelőtt volt egy hasonló határon átnyúló projekt a Szabadkai Múzeum, illetve a Halasi Tormi János Múzeum között, és akkor is már bemutattuk a csipkét, bár szerényebben, úgyhogy ez a csodálatos kiállítás annak a folytatásaként is lehet tekinteni, és én amikor fölkértek, akkor nagyon örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, ilyen csodálatos, egyedi, világszínvonalú különlegességet bemutatni egy Szabadkán. Ez hát minden múzeum igazgatónak külön megtiszteltetés, mondhatom. A tárlatot a határokon átívelő pályázat keretein belül rendezték meg. A közel 18 millió forintos projektben a Halasi Csipke mellett a Tavankúti Mátia Gubec Egyesület és a Szabadkai Lányi Ernő Iparművészeti Egyesület szerepel. Pajor Kálmán, a Halasi Csipke közalapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez egy jelentős együttműködés. Mi is ennek a mestermunka turizmusnak a lényege és célja? A kézművesek egymással való tapasztalatcseréje a magyar-szerb határ térségében. Célunk, hogy nem csak megteremtjük, hanem fenn is tartjuk a kézműves művészek közötti partnerséget és együttműködést. Ehhez a turizmusra, az emberek közötti találkozókra építünk, célunk a vallási turizmus erősítése is. Széchenyi Rédei Éva igazgatónő rövid előadást tartott a csipke történetéről, majd büszkén újságolta. Várhatóan nagyon sokan megnézik majd a kiállítást. A hétvégén Szabadkán lesz az arató ünnepség, és Vajdaság minden területéről érkeznek magyarok, akik reményeink szerint és a tudomásunk szerint meglátogatják a kiállításunkat. Ma is, és holnap is csipkevarási bemutatót is fogunk tartani. Egy nagyon szép anyaggal készültünk, a legszebb csipkéinket hoztuk, viszonylag nagy teret kellett megtölteni, hoztunk csipkéket, ékszereket, keretezett csipkéket, illetve a ruhákat is. A tárlat rangját mutatja, hogy megtisztelte jelenlétével Kern Imre államtitkár, valamint Rivnák Tünde divattervező is. Továbbra is magas a parlagfű pollen koncentrációja, amitől szenvednek az arra allergiások. A növényt városon belül és városon kívül is írtani kell, különben bírságra számíthatnak a területek tulajdonosai. A gazdáknak már csak azért is ügyelni kell erre, mert komoly pénztől eshetnek el. A parlagfűvel szennyezett területet ugyanis kizárják az agrártámogatásból, ha a támogatási szerv tudomására jut a nem megengedett mértékű fertőzöttség, közölte az agrárminiszter. Van, aki naponta többször is hűsölni jár a cukrászdákban, míg mások egyszerre megesznek akár 4 gombóc fagylaltot is. A tartós kánikula miatt sokan vásárolják a különböző ízű fagylaltokat az üzletekben. A vállalkozók tapasztalata szerint hiába próbálnak ki újabb és újabb ízkombinációkat, az igazi klasszikusokat nem lehet háttérbe szorítani. Egy fél gombóc felbucskét kérnék, jó? Sok fagylaltot kérnek nyáron ebben a kiskunhalasi cukrászdában. A tapasztalatok szerint egyre inkább visszajönnek divatba a klasszikus ízek. Előző évek tapasztalataira alapozva most is az idén is nagyon jó a kereslet a fagy iránt. Igazából az emberek jobbára a teljes fagylaltokat, az ami ropogós, vagy csokoládé, vagy bármilyen ilyen jellegű dolog van, azokat keresik jobban. A gyümölcs pedig egy picit háttérbe szorultak az utóbbi években, úgyhogy most egy picit változik a trend ebben. Mindenki új ízekkel próbál előrukkolni, mint mi is. Megpróbálunk minél újabbat, minél jobbat, minél többféle kombinációt összeraknunk be, egy gyümölcs, egy roppanós rész, egy teljes rész, egy olyan van, amivel még ízletesebbé tudjuk tenni a fagylaltot. A fagylalt mellett nyáron jól fogy a jégkása is, amikből a gyümölcsös ízek a legkelendőbbek. Persze, ha hűsítőt kell választani, az emberek többsége még mindig a fagyit részesíti előnyben. Inkább a gyerekeknek a körében közkedvelt a jégkása. Az iskola végeztével ez egy picikét aláfagy. Nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, nagyon sokan máshol fogyasztanak, tehát Halason kívül fogyasztják el ezt a jégkását, úgyhogy az nem a fő csapásvonalunk. Nekünk inkább a fagylalt az, ami ilyenkor egy jobban menő, jobban kellendő termék. Ha a mostanihoz hasonlóan tartósan meleg az időjárás, az emberek gyakrabban keresik fel a fagylalt árusító helyeket. Én hetente szoktam fagyit enni, de én nem halasi vagyok, tehát nem itt. Én 3-4 gombócot simán meg szoktam enni. Mik azok az ízek, amiket keres, inkább a klasszikus vonalat, vagy az újakat? Én a gyümölcs ízeket szeretem, hát most van ebbe puncs is, de van gyümölcs is.
Az emberek véleménye megoszlik arról, hogy többször egyenek-e kisebb mennyiséget, vagy egyszerre több gombócot. Én egyszerre max egyet, főleg itt, mert itt nagyon nagy gombócot adnak, és hát, nem tudom, többnyire gyümölcsöset szoktam enni. Azon belül van a kedvenc íz? Hát, mindig más teszek. Nálad mi a helyzet? Én a vaníliát szeretem nagyon. És én is mindig egy gombócot eszek, mert óriási gombócot kapunk itt. Ez a fiatalember, amilyen gyakran csak teheti fagyizni megy, most is gyümölcsös hűsítőkkel próbálta átvészelni a kánikulát. Elég gyakran, mert nekem a Szilárdiba járok, és nekem a menza így útbe esik a fagyizó, megyek ebédelni, és jövünk visszafel, akkor rendszeresen beugrunk desszertezni fagyit, és én leginkább a gyümölcsös fagyikat szeretem. A meteorológusok szerint egyelőre marad a forró augusztusi időjárás, így vélhetően továbbra is sok fagylalt fogy majd a cukrászdákban. Hosszú hétvége jön, augusztus 20-a miatt hétfőn sem kell dolgozni. Mivel hétfőn csak a speciális nyitvatartású helyek állnak a vásárlók rendelkezésére, legkésőbb vasárnapig el kell intézni a bevásárlást. A tömegközlekedés is igazodik a hétfői ünnepnaphoz, így aki busszal vagy vonattal tervez utazást, az jó, ha előre megnézi a menetrendeket. A halasi strand viszont estig nyitva lesz, vagyis várják azokat, akik fürdőzéssel, úszással szeretnék tölteni az ünnepeket. A halasi alsóvárosi katolikus templomban hétfőn reggel 8:30-kor lesz az ünnepi szentmise, kenyérszenteléssel és az országért mondott imával, de este 7:30-kor is tartanak misét. Azt kérik, minden hívő és magyar érzelmű testvér vegyen részt a szentmisén, hiszen a hazáért, jövőért és a magyarságért imádkoznak. Idén is a tűzijáték lesz a fénypontja a halasi augusztus 20-ai programoknak. Most is a Sóstónál lehet megnézni a látványosságot. Sztár fellépőnek Keresztes Ildikó érkezik. A délelőtt az új kenyérről szól, ennek a programnak a végkúrja lesz a helyszíne. A nemzeti lobogó felvonásával indul idén is Halason az augusztus 20-ai ünnepség. Hétfőn délelőtt 10 órára várják az érdeklődőket az országzászló emlékműhöz. A program a végkúriában folytatódik, a zenéről vajdasági művészek gondoskodnak, lesz kézműves játszóház, a történelmi egyházak képviselői pedig délelőtt 11 órakor szentelik, illetve áldják meg az új kenyeret. A délelőtti események zárásaként bemutatják a tormabort, amit a kenyérlángos kíséretében meg is lehet kóstolni. A halasi augusztus 20-ai programok második helyszíne a Sóstó partja. Ide délutántól várják a látogatókat. A helyszínek berendezése már a mai napon megkezdődött. Aki kilátogat majd ide augusztus 20-án a Sóstóhoz, annak sok-sok színes programban lesz része. A nap csúcspontja pedig természetesen a tűzijáték lesz. Az idei programot is a Halasi Média és Kultúra Kft. Szervezi. Sokan dolgoznak azon, hogy mindkét helyszínen minden jól sikerüljön az államalapítás és új kenyér ünnepén. Aki ma a Sóstó partján járt, már láthatta, hogy folyik a készülődés. Tudunk róla, hogy az augusztus 20-i kikapcsolódós programok itt lesznek megrendezve. Szerintem jó, ha van kultúrprogram, illetve kikapcsolódást biztosító program is. Egyetértek ugyanezzel, jó, hogyha van valami koncert, valamilyen kultúrprogram, kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek. Augusztus 20-án a Sóstóra már 3 órától várunk szeretettel mindenkit, hiszen megkezdődnek a programok. A színpadon az első koncert 3:45-kor lesz, ez a Tremolo zenekar. Utána őket követi a Papit zenekar, majd a Bravo Johnny zenekari lesz a színpad. Utána egy kis helyszínváltozás itt a Sóston mellől, hiszen lemegyünk egészen a tópartig. Ott lesz a Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesületnek a tábora, ahol bemutatót fognak tartani este 8 órától. Lesz itt minden bajvívás, tánc, sőt még tűzsonglőrsó is, szóval érdemes a part felé elmenni majd 8 óra tájékában. És utána itt is maradni, hiszen 21 órától tavi tűzi játék lesz, úgyhogy oda is nagy szeretettel várunk mindenkit, hiszen a tópartról lesz a legszebb és a leglátványosabb, ugye gyakorlatilag duplán lehet majd látni a tűzi játékot. Ezután ismét a színpadi a főszerep, hiszen érkezik 21 óra 30 perctől Keresztes Ildikó. Az idei program egyik különlegessége lesz a tavi csónakázás. Két csónak is rendelkezésre áll majd 15 órától, már a középkori tábor is kinyit, ahol többek között meg lehet nézni a hajdani viseleteket.
A túlpartján lesznek gyermekjátékok, illetve vendéglátóegységek is. Mivel több ezer fős tömeg várható, a koncertekre és a tűzijátékra figyelmesen kell majd közlekedni a helyszín közelében. Itt a Sóstó melletti területet fogjuk kialakítani parkolónak, de ugye ez is korlátozott számban férnek csak el itt az autók, úgyhogy megkérünk mindenkit, hogyha tudja, akkor használja az ingyenes buszjáratot, aminek a pontos menetrendjét a www.halasmedia.hu weboldalon majd megtalálják. Egyébként a központból indul a Kossuth utcán, átjön majd ide ki a Latabár utcához, és megy is vissza, ez 6 órától 9:30-ig lesz, tehát aki teheti, tényleg jöjjön ingyenes buszjárattal, használjuk ki, de akár gyalogbiciklivel is megközelíthető a helyszín, hiszen ha több ezer fő mindenki autóval szeretne kijönni, akkor nagyon nagy tumultus lesz. Úgy gondolom, hogy így is hatalmas tömegre számíthatunk, úgyhogy megkérnek mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a másikra, és egy kicsit ünnepi hangulatban legyünk, mindannyian nézzük el a másiknak, ha egy kicsit idegesebb, de mindenféleképpen, ha tehetjük, akkor ne autóval jöjjünk. Mivel az állatok félnek a tűzijáték hangjától, fontos, hogy a környéken élők gondoskodjanak a kedvenceikről. Célszerű nem csak a tűzijáték idejére, hanem a koncertek miatt egész este védett, zárt helyet biztosítani az állatoknak. Az ünnepet megelőzően vasárnap sem kell otthon unatkozni. Augusztus 19-én adják át a megújult Halasi Hírling József Lovasparkot egésznapos ünnepség és versenyek keretében. 400 milliós kormányzati forrásból valósították meg a rekonstrukciót. Hogy milyen változások történtek, azt bárki megnézheti vasárnap. Az ifjúsági versenyszámok már délelőtt 9 órakor megkezdődnek, de lesznek különböző lovas bemutatók is. A létesítmény átadó ceremónia után pedig huszártiszteket avatnak. A programot vasárnap délután 4 órától a Halasi Fúvósok koncertje zárja Gál Gabi operaénekes közreműködésével. A lovaspálya augusztus 19-i részletes programja internetes hírportálunkon a halasmedia.hu-n is megtalálható. Augusztus 19-én érdemes lesz televíziót is nézni, hiszen Halasi vonatkozása lesz a közmédia egyik műsorának. Az M5 csatorna Szép Művészet című műsora foglalkozik a Torma János Múzeummal. Úgy tudni, a stáb a közelmúltban forgatotta a városban, és Miklósa Erika operaénekesnő is szerepel a felvételeken. Az adás augusztus 19-én délután 3:45-kor lesz látható. Az év múzeumára így azok is felfigyelhetnek, akik eddig még nem jártak az intézményben, és nem látták az egyedülálló torma, illetve a nagybányai művészetet bemutató kiállításokat. Most röviden felidézzük, hogy mik voltak a nap legfontosabb hírei. Sikert aratott a csipke, tovább erősödött Halas és Szabadka kapcsolata. Sorra fogynak a gombócok, fagylaltozásra csábít a hőség. Hosszú hétvége jön, hétfőn zárva lesznek az üzletek, és az ünnephez igazodnak a menetrendek. Kenyérszentelés, koncertek és tűzijáték, sok program lesz augusztus 20-án, Halason délelőtt a Végkuriában, délután és este a Sóstóhoz várják az érdeklődőket. Kedves nézőink, ez volt pénteki hírösszefoglalónk, ennyi hír fért a mai összefoglalóba. Most jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig kezdődik a napi mozaik. Benne a fő téma a gasztronómia lesz, Illés Lajos tanár úr mesél asztalterítékekről és gasztronómiai szokásokról a Forrásúj Tükörklub keretében. Ne feledjék, hogy hosszú hétvége jön, tehát legközelebb kedden jelentkezünk majd este 7 órakor friss hírekkel. Addig is érdemes lesz folyamatosan nézni weboldalunkat, a halasmedia.hu-t, ahol fotógalériákkal és sok-sok friss információval jelentkezünk majd. Köszönöm szépen mai megtisztelő figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!